kezdődő elején! Sziasztok, Kalmár Zsolt vagyok, nézzétek az Oldalvonalat! Én Ember Norvi vagyok, ez pedig az Oldalvonal a legújabb része, innen a Grupa Arénától, a Ferencváros otthonától, ahol mai napon a magyar rekordbajnok Ferencváros csapata befejezi majd az Európai Konferencia Liga csoportkörét, hiszen a hatodik mérkőzés következik a csoportkörben, és a zöld-fehérek ellenfele nem más lesz majd a mai napon, mint az olasz bajnokságból érkező, jelenleg a csoportot vezető Fiorentina csapata. Hát egy nagyon érdekes mérkőzésre van kilátás, mert csak azért is, mert van egy olyan eredmény, ami mind a két csapatnak jó lenne a mai napon, ez pedig a döntetlen lenne nevezetesen, hiszen ez az eredménnyel mind a Ferencváros, mind eddig a Fiorentina tovább tudna jutni, még a Fiorentina első lenne, még a Ferencváros pedig a második helyet tudná megszerezni, ami azt jelenti, hogy bár a Fradinak játszania kéne februárban, viszont ott lenne az úgymond kupatavaszon, ami egy jó eredmény lenne ebből a csoportból mindenképpen. Azt hiszem, hogy a Fradi egyébként alapvetően az Európai Konferencialigás teljesítmény alapján megérdemelni, hogy ott legyen a legjobb 32 között, ugye, hát a playoff körben mondjuk így. Izgalmasnak tűnik minden esetre a mai mérkőzés, már csak azért is, mert hát az elmúlt hetekben nem igazán tűnt, ugye, hogy a Ferencváros játéka jónak néz neki, és hát sajnos egy-két vereség, illetve döntetlen is becsúszott a Fradinak, így a Fradi jelenleg nem tudja vezetni a magyar bajnokságot, és hát hátrányban van a Pakshoz képest, akik őszi bajnokok lettek, és hát nagyon hosszú idő után, ha jól emlékszem, talán 5 évvel az utolsó ilyen helyzet volt, hogy nem a Fradi vezette ősszel a tabellát, hát most sajnos ez bekövetkezett a Ferencváros szempontjából. A zöldfehérek nem a legjobb formában várják ezt a mai mérkőzést, de hát nincs semmi ok az aggodalomra, hiszen a mai napon egy ilyen döntetlen, ami mondjuk bejöhetne, az mindenképpen jót tenne a zöldfehér csapat számára a mai napon. Hát bízunk benne, hogy a Fradinak sikerül megszerezni ezt a nagyon fontos egy pontot, hiszen akkor ott lesznek tavasszal majd a Konferencia Ligában. Ami nagyon fontos a Ferencváros házatáján, hogy ugye Varga Barnabás végre visszatért hosszantartó sérüléséből, és a hétvégén már játszott is. De ami ennél is fontosabb, az egyértelműen az, hogy a mai napon, ha minden igaz, Dejan Stankovic már kezdőként számít Varga Barnabásra, ami abszolút egy nagyon-nagyon fontos pontja lehet majd a ferencvárosi támadásoknak, hiszen az elmúlt időszakban azért hát legyünk őszinték, nem a legjobban alakult a Ferencváros támadó egységének a sorsa, hát ha Varga Barni visszatérése ezt megfordító, hogy meg tudja fordítani, megfordítja majd, hiszen azért Varga Barnabás, legyünk őszinték, hiányzott azért ebből a Ferencvárosból. Ami szintén fontos, hogy azért lesznek még kisebb változások a csapatnál, és én azért pontosan mi nem tudom, mit lesz a teljes kezdő, ezt majd megnézzük bent a stadionban a megszokott módon, tehát én bízom benne, hogy azért Dejan Stankovic a legjobb kezdőt rakja föl, mert ez a mai mérkőzés, kimondhatjuk, hogy az év egyik legfontosabb mérkőzés a Fradi számára, és hát jó lenne, ha sikerülne legalább egy pontot megszerezni az olaszok ellen, akiknek egyébként a Salò-Rémi tök jó eredmény lenne, ahogy mondtam korábban is. Ami a Fiorentina csapatát illeti, a Fiorentina egy 1-1-es döntetlenből érkezik, hiszen 1-1-et játszottak a hétvégén a Róma csapatával a Stadio Olimpicóba, és hát most mondjuk úgy relatív egy ilyen hullámzó formában vannak valamennyire a firenzeiek, de nincsenek rossz formában, a bajnokságban is azért a felsőház tagjai. Én azért azt gondolom, hogy a keret összeállítása, amivel jöttek az olaszok, nem egy rossz csapat, és semmiképpen sem szabad azt mondani, hogy egy nagyon-nagyon rossz ellenfélellel játszanánk. Hát azért ott van Enzola például, Martinez Quartá, illetve jöttek például még ugye, gondoltunk, sírtán praktikák mondani, de Parisi is ott van még a túloldalon, tehát tényleg azért vannak eléggé jó minőségi játékosok, vagy akár Ikoné ebben a csapatban. Meglátjuk majd, hogy hogyan fogják fölrakni az olaszok, hogy Vincenzo Italiano kinek szavaz bizonyat a kezdőben, de mindenképpen érdekes lesz az, hogy az olaszok hogyan fognak beleállni ebbe a mérkőzésbe, hogy egy kicsit ilyen almoskásan, fáradtan, hiszen ők a biztos továbbjutással már megvannak, nekik itt csak annyi a kérdés, hogy első vagy második helyen fognak-e tovább menni, hát meglátjuk, hogy hogyan áll hozzá Vincenzo Italiano csapata ez a mérkőzés. Ez egy, ami biztos, a hangulat pokoli lesz, élőképpel készül a B-közép, és hát a legfontosabbat ne felejtsük el elmondani, hogy teltház van, az összes belépőt eladták a mai mérkőzésre, úgyhogy garantált a nagyszerű hangulat itt a Grupa Arénában, és hát bízunk abban, hogy az olaszoknak azért megremeg a lába, és tudják, hogy ezt az egy pontot azért oda kell adni ma a Fradinak, hogy mindenki boldogan mehessen innen haza. Hát meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni. Egy, ami biztos, hamarosan megyünk be a stadionba, és következik majd a tartalom, gyertek, tartsatok velem, és hát bízunk abban, hogy a Ferencváros ott lesz majd tavasszal is az Európai Konferencia Liga
kieséses szakaszában. Reméljük, hogy sikerülni fog a zöldfehéreknek, de mindezek előtt rendeltétek meg, iratkozzatok föl a YouTube csatornára, dobjatok egy lájkot a videóra és nyomjatok egy kommentet, vagy akár egy jó feliratkozást és kis harangot, szóval mindent, amit szeretnétek. Az oldalon a YouTube csatornáján várlak benneteket sok-sok szeretettel, kössetek be a közösségi médiás felületeken, várlak benneteket a Facebookon, ahol majd oldalvonal néven fogtok megtalálni, nyomtok egy jó lájkot, ezt előre is köszönöm szépen, Facebook oldalvonal, valamint várlak benneteket még további közösségi médiás felületeimen, az Instagramon és a TikTokon is, ahol személyes profilomon az Ember Norbin fogtok majd megtalálni, gyertek, kövessetek be ezeken a felületeken is, TikTok, Instagram, Ember Norbi, várlak benneteket sok-sok szeretettel, érdekesebb tartalmakkal. Ha van Discordod, gyere csatlakozz Discord közösségünkhöz, ahol mindenféle csapat szurkolója is ott van, jó hangulat, tényleg kisebb veszekedésekkel, de jó brigád, úgyhogy várunk benneteket sok-sok szeretettel, meghívó linket majd a leírásban fogtok találni, valamint ha szeretnéd támogatni az oldalon a működését és fejlődését, ezt meg fogod tudni majd tenni a PayPalon, melynek linkjét megtalálod majd a leírásban, a Revoluton keresztül a leírásban szintén megtalálod az elérhetőséget, illetve a szuper köszönet segítségével, mert a like-on mellett majd jobbra fogsz megtalálni, bármely támogatást előre is köszönök szépen, hogy minél több minőségi videó készülhessen majd ide, az oldalon a YouTube csatornájára. Úgyhogy nincs más hátra, azt mondja, hogy bő egy óra a kezdésig, menjünk befelé a stadionba, Almondó vagyok, és bízunk abban, hogy a Ferencváros ma meg tudja szerezni ezt a nagyon fontos egy pontot, hogy tavasszal is ott lehessen majd a Konferencia Liga egyenes kiesése sakaszában, úgyhogy sok sikert kívánok már a Ferencváros csapatának, bízunk a legjobbakba, és hajrá magyar foci, úgyhogy nincs más hátra, tartsatok velem, és bízunk a legjobbakban! Yeah.
szél, 11 bátor sportoló utcán, mint a szél. Sok-sok ezer szurkoló a győzelmet remél, Fradi ha újra győzni kell, ez legyen a cél. Érkeznek a csapatok, zöld-fehér megszokott szerelésében a hazai Ferencváros csapata, és ha minden igaz, sötétben pedig majd a Fiorentina csapata fog pályára lépni a mai mérkőzésen, és érkezik a koreográfia. Elkezdődött a mérkőzés, ezt lehetne hangolt mellettünk, az olaszok megjöttek, fantasztikus hangolatot hoztak magukkal, de a Ferencváros táboron is extra, nagyon jó koreográfiát lőttek a zöld-fehér szurkolók, nagyon jó a hangulat, egyre 0-0 az állás, a mérkőzés 7. percében járunk. Izgatott vagyok, mert szerintem a Fradinak meg kéne legyen ez a továbbjutás ma, eddig főleg a Fradi dominálta a meccset, a Firenze inkább be kell is próbálja tartani a labdát, hát meglátjuk, mi lesz majd a folytatásban, egy biztos, hogy az 1-1-0-0 jelenlegi állás mindkét csapatnak jó, csoport első a Firenze, második a Fradi. Hát bízunk benne, sikerül a Fradinak megoldani, remélem hallottatok, úgyhogy izgalmas lesz a mai mérkőzés, szurkolói szinten pedig abszolút egy igazi rangadó, úgyhogy bízunk a legjobbakba, sok sikert a Fradinak, és jön az első félidő, innen a Grupom Arénából. Bravo!
kényszerű csere a vendégeknek, González be is helyettek, ez ikoné. Ja, ez a mérkőzés ugye volt, tehát ő egyenített ki a végén. Hát egy non-contact sérülés, Hordágyon vitték el, itt González voltak szólnak. Sért szólnak. Az első félidőnek a játékosa lefújja azt, és 0-0 az első félidő végén. Ferencváros, Fiorentina 0-0, kiélezett mérkőzés, mind a két oldalon lehetőségek, de nagyon gólszerzési lehetősége eddig a Ferencvárosnak volt. És ebben a pillanatban elkezdődik a második játékrész 0-0-val. Folytatódik a mérkőzés, továbbra is döntőben a Fradi Lilában pedig a Fiorentina. Thank you.
megszerezte a vezetést a Ferencváros csapata, 1-0-ra vezet a Fradi, és hát azt kell nektek mondanom, hogy így kell kezdeni egy második fél időt, fantasztikus kezdés, egyébként a másik pályán 1-0-ra vezet a Heng, de emberhátrányban vannak, így viszont azt a meccset nem kell nézni, amíg ez az állás van, hiszen a Ferencváros megszerezte a vezetést, és így a Fradinak azért jó esélye van arra, hogy akár csoportelsőként végezzen ebben a csoportban, ami megint csak óriási papírforborítás lenne az elmúlt év után is, hogy csoportelső lenne a Fradi, és ezzel az 1-0-val minden esélye megvan a zöldfehéreknek, közben támad a Fiorentina, várjatok, Ranieri, kiteszi a szélre, várjatok, próbálkozik itt most a Fiorentina valami támadással, de már hátul van a labda, egyenesen kapusik hátra megy, szóval ebből nem lesz semmi. És egyre vezet a Fradi, és azt kellettek mondanom, hogy az első fél időnek a második felén a Fradi végig jobban játszott, én jobban is láttam a zöldfehérek játékát, mint az elmúlt hetekben egyébként bármikor. Varga Barni visszatérése abszolút pozitívum, és sokkal dinamikusabb lett a Ferencváros játék, hogy ő van elől, és érződik is, hogy sokkal lendületesebb a csapat. Egyébként Abufani nagyon jól játszik, Zakariasen is, szerintem Makrekis is nagyon jól teljesít a mai mérkőzésen, és hát Marquinhos fantasztikus volt a gól előtt, hogy megcsinált Abufaninak a labdát, aki pedig adta a gólpaszt Zakariasennek, és ugye 1-0 ezzel a Fradinak. Úgy izgalmas második fél idő vár ránk, 52. perc, nagyon sok van hátra, de a Fradi rúgna rá még egyet, akkor azt hiszem minden kérdés eldőlne, hogy kívánjuk, hogy legyen meg ez a második gól a Fradinak, jön a második fél idő, egyébként a hangulat fantasztikus, úgyhogy tényleg, ahogy mondtam korábban is, egy igazi rangadó derbi lenne, kb. Volt, nem olyan, úgyhogy jön a második fél idő, hogy ezt tartsuk velem. Barák fele jön a labda, Barák róla megy. Márkinyos! Bassz! Lövés! Óriási lépés! Egész stadion talpon és mindenki fölemeli sárjait. Fantasztikus látványt a Hüllői úton. Minden zöldfejű a sár a magasban. Ez a Bibi szép. És a Budapest zöldfejű című dalművel. Egy-egy a 73. percében megőrül a rendőrtábor.
Jankovic tette le, befejezte, 1-1. A mérkőzés 77. percében vagyunk, majdnem 76-ban, de mi a sapkán van. Na de ez nem a 76ers pillanata. A lényeg az, hogy 1-1 egyenlített a Fiorentina egy szöglet után, és hát azt kellettek mondanom, még mindig jó az eredmény a Fradi szempontjából. Igazi nem csoport első az ötfehér csapat, de mindig megvan a továbbjutás, hiszen közben a Genk meccsen emberelőny a Csukaricskinek, de ettől függetlenül már 2-0 a hazaiaknak, szóval azért nagy csoda kéne, hogy a Csukaricski 2-t lőjön nagyjából 25 perc, 20 perc alatt. Szóval itt a Fradinak ezt az egyet meg kéne tartania, esetleg lőni még egyet, és akkor megnyerni a meccset, de nem szabad kapni több gólt, hogyha a Fradi nem rúg, mert az a kiesést eredményezheti. Szóval most mindenképpen meg kell óvni Dibusznak a kaput, hogy nehogy gólt kapjon a Fradi, és a Fradi védőnek is oda kell figyelnie. Úgyhogy hát, ha egy jó Szaló Remi összön itt a végén, mindenkinek a legjobb lenne, és mindenki boldog lenne. De hát ez még nagyjából egy jó negyed óra választ el minket, meg egy pár perc, szóval izgalmas lesz a hajrá. Bízunk benne, hogy nem lesz már több gól, ha meg lesz, akkor max a Fradi rúgja, mert hogyha a Fradi kapja, az nagy baj lenne. A hangulatabbra is egyébként kimagasló, nagyon jó hangulat, a Fradi tábor is tök jó volt, egy tök jó sáját, az egész stadionban mindenki fölemelte a sáját, eszméletlenül jól nézett ki. Várta közben lehetőség van, bár Enzola állt a labda, Enzola megszerzi, de mellé lövi. Úgyhogy nagy helyzet maradt ki. Hú, fire volt nagyon, de lényeg kimaradt a helyzet, marad az 1-1. Hát így megyünk rá nagyjából bő utolsó negyed órára, bízunk benne, hogy a Fradi megoldja, jó lenne az 1-1 mindenkinek, reméljük, hogy így marad, vagy nyer a Fradi. De tényleg kiállom a legjobbakat a Ferencvárosnak, és sok sikert a Fradinak a hátralévő időre, és bízunk a legjobbakba, és hát hajrá magyar focit, ugye jön a második félidő, második fele, innen a Grupama Arénából. Kapus kiadja oldalra, felnéz a védő, körbenéz, és fellöpöli a középpályára, ahol a középpályás valószínűleg megáll, és hátra passzolja. Azt kell, rövid a passz, megszerzi a Ferencváros. Ágú Pani, alárunknak, kimegy a labda, megdobás a Firenze. A másodperc a hátra a mérkőzésben, a Fiorentina nem siet, neki jó az egy-egy, így a csoport első, megtörli azt a labdát, nagyon szép tisztára, Firenze játékos, hátra passzol a Firenze, Parisi, ő visszapasszol Milenkovicsnak, Milenkovics kiteszi a szélre, visszakapja, Milenkovics felnéz, körbenéz, átpasszol a túloldalra, onnan Parisi, Kouame leteszi még, jön az indítás Ikoné fele, Ikoné, Enzola, Kouame átrapasszolja, lejárt a 93 perc, és a jelzett 3 perc hosszabbítás, fújjon a Fradi pálya, nem akar semmit a Firenze, fújjon a játékvezető Spori. Fújja már a Spori azt a mérkőzést, kérem, és már semmi látni. És a szájba veszi a sípot, és vége van. Szalon Remi a Grupama Arénában, mindenki nagyon boldog, egy-egy a mérkőzés vége. Vagyis a Ferencváros tovább jutott a Konferencia Ligában a második helyen, és februárban folytatják az egyenes kiesés a szakaszban a zöld-fehéren. Ferencváros Firenze 1-1.
egy jó döntetlen, meg mind a két csapatnak fantasztikus volt a mai este folyamán. Zakariasen és Ranieri góljaival. Ferencváros, Fiorentina 1-1. És érkeznek a Firenze játékosai, akik megkapcsolják szurkolóikat, akik elkísérték őket Firenzében újtos támogatással. Itt pedig az ünneplő vendégtábor, akiknek szintén nagyszerű eredmény az 1-1. Csoportelső a Fiorentina, nagyon boldogok a vendégjátékosok. És ezzel a Firenze egyébként csoportelső. És a játékosok odaadják mezeiket. Milenkovic kidobja a Meranieri is. Érkeznek a többiek is. Martínez Párta is jön. Odaadják a szurkolóitat, a mezeket. Firenze játékosai. Erik már látni ilyen boldog arcokat az egy-egy után. Hát úgy néz ki, most van miért ünnepelni Firenzében is. Hát ez nem minden adik pillanat azért a magyar pályán. Ért a mérkőzés itt a mögöttem is látható Grupama Arénában, ahol a Ferencváros csapata megszerezte ezt az egy nagyon fontos pontot, és tovább jutott a Fradi a Konferencia Ligában. Én elsőként is gratulálni szeretnék a Ferencváros csapatának, hiszen most már második alkalommal egymás után ott vannak a tavaszi kupaporondon, és azt gondolom, hogy a Fradinak ez nagyon kellett, és innentől kezdve mondhatjuk úgy, hogy mehet minden tovább, és csak előre kell tekinteni a Ferencvárosnak, hiszen hétfőn jön majd a sorsolás, a nagyon fontos sorsolás, ahol a Ferencváros majd ellenfelet fog kapni, méghozzá az Európa Liga harmadik helyezettjei közül fog majd valaki kikerülni a Fradi számára. Eddig 4 csapat kiléte ismert, mikor ez a videó készül. Itt jelen állapot szerint úgy nézünk ki, hogy a Royal Union Saint-Gilloise Belgiumból, a Molde Norvégiából, a Servet Svájcból, illetve hát lehet, hogy furán fog hangozni, az utolsó csapatnak a kiléte a Maccabi Haifa Izraelből, ugye Abu Fani volt csapata, igen, szóval még ők is lehetek akár a Fradi ellenfelei, és a további 4 csapat kiléte még nem ismert, ők a mostani esti órákban fognak majd mondjuk úgy csatlakozni a Fradihoz. Ezeket most itt ki fogom írni fönt, hogy ki lett az a másik 4 csapat, aki megnyerheti a Ferencváros elleni játékjogát majd hétfőn a sorsoláson. Most nem tudom ki ez a 4 csapat, de majd ti ne tudjátok őket olvasni a videóról. Szóval még ez a 4 csapat fog csatlakozni majd a Fradihoz, és így ők 8-an lehetnek a lehetséges ellenfelei majd a Ferencvárosnak a sorsolásra. Ami nagyon fontos, hogy a mai mérkőzésen ugye az első fél időt, mondhatjuk úgy, egyfajta mérsékelt játékot hozott. Mind a két csapat megtett mindent, hogy gólt szerezhessen. A fél idő első felében inkább a Fiorentina volt veszélyes, ám a második felében már a Ferencváros is többször veszélyeztette a firenzei kaput, ám egyik csapat sem bírta meglőni az első találatot a mérkőzésen. De a második fél idő elején nagyszerű Marquinhos megindulás után Abu Fani kapta a labdát, aki betette, és középről Christopher Zakariasen megszerezte a vezetést a Ferencváros számára, ami akkor abban a pillanatban csoportelsőséget ért egyébként a Fradinak. Nagyon szép gól volt, de itt mindenképpen Abu Fani és Marquinhos érdemeit kell megdicsérni, mert fantasztikusan hozták össze ezt a gólt ketten, és hát ilyen a befejezés is fantasztikus volt. És ezután a mérkőzés képe kicsit megváltozott, és a Firenze elkezdett kicsit jobban előrejönni, jobban támadni, és volt egy beívelt labdát, még Sissé kibírt csúsztatni szögletre, ám a szögletből később érkezett, mondhatjuk úgy, a Firenze egyenlítő találata, és ahogy bejött a szöglet, utána Ranieri ez pont oda pattant, vagy oda érkezett, és Ranieri pedig kegyetlenül mondjuk úgy behelyezte a labdát a kapuba, és ezzel legalizálta a Firenze. Ám ami ezután következett, az esküszöm nektek, egy nem mindennapi esemény volt. Utoljára pont ilyet akkor láttam, amikor a
Videóton volt az Európa Ligában még nagyon régen, és a Bázellel és a belgákkal volt egy csoportban, és a Bázell mérkőzésen az utolsó 5-6 percben pont ugyanezt csinálta a két csapat, amit ma itt láthattunk, lepasszolgatták a végét a meccsnek. Hát itt is nagyjából ez történt, azért egy-egy előreívelt labda, ugye a látvány kedvére azért volt a Firenze részéről, meg a Fradi is próbálkozott, de azt kell nektek mondanom, hogy ezzel a szalonremi eredménye mind a ketten boldogok lehettek, és igazából nem is nagyon tört el magát egyik csapat sem, talán egy picit jobban a Fiorentina, de annyira ők sem erőltették ezt a dolgot, hát 40 másodpercig végeztek el egy bedobást, meg letakarították a labdát, cipőt kötöttek mellé, tehát így kényelmesen, olaszosan megoldották ilyen, tényleg ilyen mediterrán kényelemmel ezt a dolgot, és a végén lefújt a játékvezető, még rárakott majdnem egy teljes percet, a 3 percet hosszabbított, de még rárakott, nem tudom, hogy mire gondolt egyébként a Spori, aki egy kicsit érdekesen vezet ezt a meccset, de ez lényegtelen. Így okosan megoldották, és így mindenki boldogan mehet haza. A Firenze egy csoport elsőként, a Fradi pedig csoport másodikként folytatja a kupa menetelést. Ki tudja, lehet, hogy a két csapat még találkozik egymással később. Kérdőjel. Még ez is előfordulhat. Meglátjuk majd, hogy mit tartogat a 2024-es év a Ferencváros számára a tavaszi kupaporondon. Egy, ami biztos, tovább jutott a Ferencváros, én gratulálok nekik, a hangulat egyébként fantasztikus volt, mind a két szurkolótábor nagyszerűen szurkolt, a Fradi tábor egy nagyon szép koreográfiát durrantott, jó kis pirotechnikai bemutatóval, abszolút csillagos ötös, és hát azt kell nektek mondanom, hogy így néz ki egy igazi komoly európai kupa mérkőzés, mert ez ma az volt, azt gondolom, az utolsó 4 órától leszámítva. Hát ennyi lett volna a mai vlog, én köszönöm szépen a kitartó figyelmet, remélem tetszett nektek az idei utolsó labdarúgással kapcsolatos vlog. Én azt mondom, hogy ez nagyon jó vlog volt, én élveztem, hogy itt lehettem a Ferencváros pályán. Külön köszönet egyébként Szebrin Makreckis rokonainak, barátainak, akik meghívtak magukkal, és így együtt élvezhettük ezt a mérkőzést. Egy nagyon jó mérkőzés volt, szóval tényleg le a kalappal előttük, és gratulálok egyébként Szebrin Makreckisnek is külön, mert azt gondolom, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtotta a mai napon. Na, de a lényeg az, hogy tovább jutott a Ferencváros, még egyszer gratulálok a zöld-fehér drukkereknek, nektek pedig köszönöm az kitartó figyelmet, az mondhatjuk úgy idei évre, hiszen idén már több vlog nem lesz, és legközelebb majd januárban fogunk találkozni. És hát indítóképpen egy jó jégkorong vlog lesz, de hogy melyik mérkőzésről, ez legyen meglepetés. Úgyhogy találkozunk majd, számítok rátok akkor is. Én még egyszer köszönöm szépen az egészes kitartó figyelmet, ne felejtsetek el majd feliratkozni, ide az oldalon a YouTube csatornájára, nyomni egy lájkot a videóra és kommentelni rendben a komment szekcióba, valamint kövessetek be a közösségi médiás felületeken, várlak benneteket a TikTokon és az Instagramon, személyes profilomon az Ember Norbin, kövessetek majd be, képriportokkal, érdekesebb tartalmakkal és kibeszélőkkel is várlak benneteket a TikTokon, hogy találkozunk Instagram, TikTok, Ember Norbi. Tudtok csatlakozni majd a Discordhoz is, majdnem kimondtam elsőre, tehát tudtok csatlakozni a Discordhoz is. Várom benneteket sok-sok szeretettel, tök jó felület, lent a meghívó linket megtaláljátok majd lent, és hogyha szeretnétek támogatni az oldalon a működését és fejlődését, erre lesz majd lehetőségetek a PayPal-on, melynek a meghívó linket a leírásban megtaláljátok. Tudtok támogatni a Revoluton, szintén a meghívó link a lent a leírásban, és a szuper köszönet segítségem, a like-on mellett majd jobbra található. Úgyhogy ezeken a felületeken tudjátok támogatni az oldalon a működését és fejlődését, mert előre is köszönök szépen. Úgyhogy nincs más hátra, köszönöm szépen mindenkinek az egész éves kitartó figyelmet, fantasztikus videók voltak, nagyszerű hangulatban. Reméljük, hogy a jövőben a magyar blogok is visszatérhetnek valamilyen formában, ezen továbbra is dolgozunk, és számítok rátok a 2024-es esztendőben is, és ne felejtsétek, találkozunk Németországban is, remélem, hogy ott leszünk minden EB mérkőzésen. Boldog új évet, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és hajrá magyar foci, találkozunk 2024-ben, vagyis 2024-ben is. Addig is, sziasztok, jó egészséget mindenkinek, csókolok benneteket, szevasztok!